Sziasztok! Kristóf, a kockás ember. Ez pedig itt nem más, mint a pénteki cset. Itt van velem Peti. Szia, Peti! Szia, Kristóf! Sziasztok! Petivel a Facebookon találkoztam, mikor kitette a Trabantokat az egyik Facebookos csoportba, és hát ugye sokan vagyunk így, azt gondolom, hogy én például a gyerekkorom nagy részét egy Trabantban éltem meg, vagy hát nőttem föl benne, rengeteg emlék kötődik hozzá, mint például a balatoni utak és a szendvicsevés, a hátsülésen, és ebből kifolyólag nagyon egyből megtetszett, hogy végre Legóból van Trabant, ráadásul ugye fönn van az iDizon is, mint hivatalos készlet lehet belőle, ráadásul ugye elérte az 5000-et, lassan elérte az 5000-nek. Úgyhogy azt gondoltam, hogy egy beszélgetés mindenképp megéri ez a Trabant, illetve hát Peti, hogy hogyan indult a kezdés. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, hogyan indult az életed a Legóval kapcsolatban, vagy hogy kötjük téged kapcsolatban? Hát az első emlékem az, amikor bátyámmal ülünk egy kockás pléd, ilyen kiöntött Legó felett, igen, és éppen építek valamit. Rengeteg piros színű eleme volt, 5 évvel idősebb, mint én, úgyhogy az első legók azokat ő kapta, és akkor ugye én megörököltem, megosztotta velem. Úgyhogy tűzoltóállomásokat kapott, azt hiszem, hogy egymás követő két karácsonyra is hasonló tűzoltóállomást, úgyhogy gyerekkoromban minden piros volt, a tank, a legóvár, és volt még a Csillagok háborújából a lépegető, az is piros színben készült el. Mondjuk az izgalmasan nézett ki. Jól nézett ki, igen, a tűzoltóállomásnak volt a kék kis plexie, az volt az eleje, ott láttak ki az emberkék, úgyhogy hát nekem így indult, hogy a bátyámmal együtt rengeteget legóztunk, meg utána a srácokkal is, akikkel ott az egy utcában laktunk, úgyhogy volt ez volt az első. Volt valami favorit kategória, vagy ami jött? Bármi. Nekem a kastély volt, a város legó az, ami nagy kedvenc volt. Úgyhogy Rablótanya, nem tudom, hogy ez a Wolfpack az mennyire van persze. Meg. Az volt a kedvencem, meg kisebb készletek voltak, katapult például, ami nagy kedvencem volt. De egyébként meg bármit összeépítettem vele, tehát tank, teherautó, éppen ami egy gyereknek az eszébe jut. Meg játszottunk egyszer Alien-eset is, ahol a Moncsicsi volt a főszörny, az anya királyné, úgyhogy eléggé így fantáziadús volt a gyerekkori legózásom. És utána? És utána, hát körülbelül 12 éves koromig azért sokat építgettem. Én jobb szerettem egyébként saját magamnak építeni a legókat, persze az eredeti készleteket is imádtam. Aztán ugye mindenkinél ugye előfordul az, hogy jött egy másfajta időszak, és hogyha jól emlékszem, akkor 22-23 éves koromban tértem újra vissza hozzá, akkor egy Star Wars Lego figura, a Qui-Gon volt, akit megvettem, és akkor elindult a Star Wars figurák gyűjtése egy-két készlettel együtt, és aztán pedig ugye a kis autókat elkezdtem építgetni, az egy megint egy másfajta időszak volt. És mi volt az első? Mi volt, mivel? 2000... Másképp kérdezem, tehát először jöttek a gyári autós készletek, vagy már egyből te kezdtél? Nem, az első az a Cadillac volt, ez amit nézegettünk is. Ezt 2014-ben kezdtem el építeni, akkor nem ebben a formában, tehát egy picit kezdetlegesebb volt. Utána jött ez a Jeep, ezeket úgy félkésznek éreztem, és az első, azt mondom, hogy igazán úgy a szívemhez nőtt készlet, vagy amire azt mondom, hogy na akkor ez már nagyjából kész van, az a kék Trabi volt. És nemrég elkészült a fehér is. Egyébként más készleteket is építgettem közben. Volt, ami már nincs meg sajnos, de előbb-utóbb újra megépítem, csak még egy kis tapasztalat kellett hozzá így az autók terén, mert azért nem egyszerű összerakni egy ilyen autót. Mindenképp. Ráadásul azt mindenképp el kell, hogy már most itt közben is észrevettem egy érdekes részletet benne, tehát folyamatosan találok benne kincseket, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. A Jeep az pedig ilyen kis mellékszál volt, vagy inkább csak én úgy gyakorlat?
Hát az túlzás, hogy új gyakorlat, de én a régi autókat nagyon szeretem, tehát ezeket a kis vintage oldtimereket, és közben jött egy olyan ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit modernebb verziót építenék. Ez egy kis rugózást is kapott, viszont azért itt ezen még van mit alakítani, úgyhogy ahogy az előbb beszéltük, igen, eladáson kívül kis még futómű még rá. Futómű az mindenképpen majd kis felújítást fog kapni. De a Trabik azok voltak a nagy kedvencek, tehát hát ezek a keleti autócsodák azok nagyon, nagyon a szívemhez nőttek. Ugye a Lada, nekünk is Warburgunk volt, Zsiguli, és akkor a rokonságban volt egy Trabi, hogy te is mondtad, rengeteg gyerekkori élmény fűződik hozzá, strandolások, úgyhogy ez nagy szerelem volt a Trabi. És így jött egy ilyen ötlet, hogy valamilyen régi autót szerettem volna megépíteni, ami ez egy pici érzelem is fűz, és a Trabira esett a választás, úgyhogy. De ha elárulhatok egy titkot, akkor hát most már a Ladának egy kis bordó Lada lesz a következő. Oh. Még nem tudom, hogy melyik típusa pontosan, de ez biztos, hogy a szín az már megvan, az egy bordó, kis krómelemekkel, azt szerintem látszódik, hogy nagyon szeretem a krómelemeket, és az a következő nagy álom. Egyébként most a következő ideas ötlet az a Cadillac lesz, ami felkerül. Lehet, hogy a héten, lehet, hogy a jövő héten. Na. Most már a fotózás megvolt, a szöveg készül hozzá, aztán csak fel kell tölteni, és remélem, hogy jönnek majd a szavazatok. Szuper, szuper. Mielőtt rátérünk a Trabikra, azt mondtad, hogy a Lada következő, de egyébként van más ilyen jövőbeli terv, amit esetleg meg tudsz előzt, vagy meg akarsz előztetni, és elárulsz nekünk. Vagy esetleg Star Wars-ból valami egyedit összedobni? Azt szerintem nem, tehát Star Wars az nem. Valószínűleg egy Adler Triumph volt, amit megépítettem, nem tudom, hogy ez mennyire ismert, majd megnézzük, és akkor... Ide fogunk tenni jó, a képét, jó, és akkor téve. Az autó volt, amit megépítettem, aztán szétszedtem, és most nagy része a Trabiba került be, a fehér Trabiba. De az szerintem egy olyan autó, amit érdemes megnézni, megépíteni, úgyhogy az a másik nagy álom még. Nagyon sok ötletet kaptam, tehát a különböző Facebook csoportokból jöttek az ötletek, hogy ezt is, azt is építsen meg. Tök jó, felírtam őket, lehet, hogy valamelyik majd meg fog valósulni, nem 100%, de... Jó kis poszki. Igen, egy poszki. Az annyira jól mutatta, egy jó kis poszki. Igen, mellette. Tehát lehet, hogy ilyen kis keleti blokk csodái, kis gyűjteményei lesznek előbb-utóbb. Most a két Trabi, az biztos, meg a Lada, Vaz, ugye? Ja, hát így a felvételre például egy jó, az is ezt szépen elmutat. Igen. Jó, térjünk rá Trabikra. Így első nagyból abban, mit érdemes róla tudni? Tehát, hogy ha jól mondtad, akkor 700 elemből áll. Hát szerintem 700-800, de nekem nagy hiányosságom az, hogy tervezőprogramot nem használok. Tehát amit így látsz, az így a fejemben megszületik. És ugye ez azzal a kis negatív dologgal is jár, hogy folyamatosan új ötletek miatt szét kell szedni egyes részeket, vagy volt olyan, hogy majdnem lecsupaszítottam a Trabit és újra építettem, de ez nagy hiányosságom, amit majd szeretnék pótolni. Ilyen március körül tavasszal már belekezdhetek szerintem, és meglátjuk, hogy tudom-e használni. Próbáltam, nem igazán tetszett, kétfélét próbáltam, de nem. Tehát nekem ez az, amikor itt a kezembe fogom és építem, és úgy jönnek az ötletek. Úgy ez igaz, a legúgy erről szól. Jó, én itt rengeteg részletet vettem észre, például a tükröket, hogy rendesen megcsináltad a tükröződőt, tehát egy úgymond krómfelület van rajta, meg vannak matricáim, meg típusfelirat, igazából teljesen jól összehoztad a korabeli feelinget. Úgyhogy azok kerültek fel. Hát nem tudom, hogy megemlíthetem-e azt, hogy kitől vannak a matricák. Volt nálad szerepelt, ugye Molnár Márton forward sticker. Őtőle kaptam ezeket a gyönyörű matricákat. A Trabi logót, a rendszámokat. Igen, a műszerfalra is azért egy-két dolgot sikerült megcsinálnia, és hátra is a matricákat. És Gallik Attila volt, akinek a kis bemutató állványnak a tervét, a dizájnját, azt ő csinálta, és a Márton volt az, aki pedig elküldte, és meg is csinálta, tehát hihetetlen profi munka mind a két embert, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúttal is, hogyha majd nézik a műsorban. Mindenképp. Beszéljünk azért a Trabantokról.
Mind a két verzió fönn van ID-zon, vagy csak valami egyiket tetted fel? Ugye a fehér ugye az egy kombi, a másik az egy szedán. Így van, a sima szedán került fel, akkor még ott melletted egyébként a régi teteje, ez volt az eredeti tető. Rendes, de ebben a szerintem fehérre jobban passzol. Fehérre jobb, igen. Igen. De ezt mindenkitől megkaptam, hogy az egy picit laposabb is volt, ennek szebb az íve, tehát ez igazából egy trabisabb. Update menüpontban lehet egyébként elérni ezt a fehér verziót, de mondjuk Facebook csoportokban most már ezt osztom meg, tehát ezt a verziót, illetve ott még nem voltak a Chrome elemek, tehát ott még a sima lökhárítók voltak, illetve ez egy deluxe verziója a Trabinak, tehát itt ködlámpa van elől és ködlámpa hátul is. Igen. Majd közelibből megnézzük. Igen, láttatok a bevágást. Mondjuk el a többi funkciókat. Ugye nyitható az ajtaja. Nyitható mind a két ajtó. Mondjuk el, ha már úgyis kinyílt az ajtó, hogy gyönyörűen meg van csinálva a belső tér, tehát hozza az igazi feelinget, hogy ezért le a kalappal. Ugye, egyébként én ezt, amit írtam az IDS-en is, hogy szinte most is érzem azt a nyáron bemelegedett bőrszagot, amit mondjuk egy strandolás után, amikor megy haza az ember, gyerekkorban megmaradt, és az mindig az orromban van. Nyitható a motorháztető is, itt azért erről is szerintem majd egy közelít fogunk mindenképpen bevágok egy közelít. A motor az. Illetve a csomagtartó, ez is. Egy kis egészségügyi doboz is ott van benne, hogyha bármi lenne igen. Kis Lego embereknél, akkor el lehessen látni. Illetve ugye az előbb én itt ezt fölemeltem, most ezt inkább a fejre emelem meg, mert ezen vannak csomagok is vannak, hogy megcsináltad a kipfogót is, oké, hogy így van. Nem végig, hát de hogy még erre is gondoltál, hogy ez... Az menjen végig a kocsi. Persze, az ott kell, hogy pöffög, tudod. Igen, a szokásos kétengeres pöröm-pöröm. Igen. Műszerfal, bármi más, ami funkciót még elejtettél benne, ami még izgalmas lehet számunkra? Ami izgalmas lehet, az mondjuk itt a kombinál. Láthatod? Hoppá, ez most az előbb felnyitottuk és leesett, úgyhogy ez egy technikai... Nem, most aki is, szerintem nyissuk föl teljesen. Jó. És mutassuk meg, amennyire tudjuk, hogy meg van csinálva rendesen a belseje, tehát így látszik a legjobban a belső tér, illetve hát ugye ki lehet venni a hátsó ülést, és akkor szépen a kombiként nagyon jól lehet használni. Így van, és hogyha megnézed, az üléseket is lehet dönteni, ugye a valóságban is picit előrébb kellett tolni őket, hogy a hátsók is be tudjanak térni. Hát előre kellett tenni, ugye egy jó kis... Igen, nem tudom, hogy te hol ültél gyerekkorodban, de gondolom ott volt a helyed neked is. Azt kell mondanom, hogy így a felnőtt fejjel nagyon sokan összetennénk a két kezünket, hogyha ez a karosszéria forma, ez a hívjuk három ajtónak, hiszen a kombisága miatt három ajtó, de hát kombi, ezt visszasírjuk nagyon sokan, én azt gondolom, autós emberek. Úgyhogy igen, az elődöntött az ülés az egy mozdulattal, ugye most ma már szintén nem. Jó. Videó alatt mindenképp be fogom tenni a linket, ahol elérítek az ID-s oldalt, mindenképp szóljatok, mert szeretném látni a boltok polcain, én ezt őszintén ezt szeretném látni. Köszönöm szépen! Mindenképp. Még a csomagtartót szerintem, itt a tetőcsomagtartót, azt meg lehet említeni, ez is egy ilyen szép kis krómozott felületet kapott, kis lefogató. Igen, a csomagoknak, igen, itt az rászkódás az megvolt, főleg a régi utakon, jó kis földúton mondjuk. Persze, igen. Az... Ja, azzal lehet menni. A mai világban se lettek jobbak az utak, de hát ez mellékszám. Igen, a csomagok, igen, a trabantos csomag az mindenképp ugye, bármilyen autós találkozóra nem jön az ember, akkor a csomagtartó az mindenképp fönt van. Akár sátrat is lehet szállítani, ugye jó kis bal csinál nyaraláshoz. Gondoltál rá, hogy megcsinálod a sátras után futott, ami ugye az is a régi világ, jött az a kis lapos. Igen. Gondolkodom rajta. Én azt csináltam egyébként, hogy bizonyos szavazat mennyiség után 1000, 3000 és meg most az 5000-nél fog felkerülni egyébként a fehér verzió. Hogy lesz egy ilyen, vagy egy balatoni kis nyaralás, életkép, csendélet ugye, gulyással, lángossal, az autókkal, kis sátrakkal. Vagy pedig, amit te is mondtál, az utánfutó, az volt még ötlet, úgyhogy ebben nagyon beletaláltál egyébként. Hát igen, mert a régi világa az a kis, pici, igen. Bármi más, amit még lehet mondani a Trabikról? Szerintem mindenről beszéltünk, azt hiszem. Én azt mondom, hogy nagyon szeretném, hogyha kijönne ez a készlet. Nem ez volt a cél, tehát az első
alkalommal ez úgy nézett ki, hogy én féltem felrakni, milyen vélemény, milyen fogadtatása lesz, és más nézte meg azt, hogy éppen hogy áll és milyen reakciók jöttek, és megnyugodtam, egy nap alatt megvett a 100 szavazat, 10 nap alatt azt hiszem, hogy meg volt az 1000, és úgy nagyon szépen, szépen jöttek, rengeteg pozitív visszajelzés, ötlet, javaslat, tényleg nem, ez a LEGO közösség szerintem abszolút nem egy romboló, nem volt, aki negatív véleménye lett volna, sőt támogatást kaptam, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm bárkinek, aki hozzájárult, hogy elkészüljön. Aki még nem az, most itt az alkalom. Így van, köszönöm. Jó, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a bemutatót, mindenképp szavazatok, illetve bármi kérdésetek van a készlettel kapcsolatban, akkor nyugodtan, ahogy szoktátok, videó alatt kommentben meg tudjátok írni, és akkor Peti vagy én mindenképp fogunk rá válaszolni. Én neked nagyon szépen köszönöm a bemutatót. Én is köszönöm a lehetőséget. A következő videó pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok! Sziasztok!